Itt van ismét egy vásárlós videó, természetesen most is többet vágtunk össze. Nézzétek meg, hogy miket vettünk első körben a Spárban. Vettem egy ilyen Kaiser grill mixet, 600 g van benne, és akkor ugye ebben lehet találni sajtos, bajor és pikáns ízesítésű grillkolbászokat. Állítólag nagyon-nagyon finom, és ugye most akciósan 1089 volt egy csomaggal, én két csomaggal vettem ebből a grillezéshez. Aztán a gyerekek kedvence ez a dobozos kóla, ez most 499 forintra van leértékelve. Aztán vettem két doboz fagyit, ezek most 999 forintba kerülnek, és van hozzá egy olyan akció, amit itt lehet látni az újságban, hogyha veszel kettő dobozzal, akkor kapsz hozzá egy ilyen fagyis kanalat. Egyébként egész jó minőségű. Ezt megnéztem, hogy ez rendesen működik, de igen. Úgyhogy ezt kaptam hozzá ajándékba. 205 forintért vettem tejet. Aztán le volt értékelve a frankfurti virsival sima, csilis és sajtos. Én most sajtosat vettem, ennek kilója 1190 forint. Aztán Robi kedvenc ez a gusztó főtt sonka, 2990 forint volt kilója. A bátori paprikás szalámi 3390 forint volt kilója. A Regnum sült karajnak 3690 forint volt kilója. Egyébként ezek a sült karajok nagyon finomak, van még fokhagymás, meg paprikás, de mi ezt szeretjük a legjobban, meg sima is van belőle. Aztán vettem tejföld, 269 forint volt egy dobozzal. A jégsaláta 349 forint volt. Aztán vettem ilyen fehér mag nélküli szőlőt, ebből fél kiló 479 forintba került. Az őszi barack kilója 379 forint. Nagyon szép volt a lecsó paprika, 750 g, 269 forintba került. Az óriás túrorodi 99 forintra volt leértékelve. A Milka 259 forintra volt leértékelve, Martin ilyet kért, úgyhogy neki vettem. Egyébként ugye az Ázsiában ez 210 forint, tehát leértékelés nélkül is. Aztán Robi kedvence, ugye a tök, majd 499 forint, ugye ez az Ázsiában 450 forint. És a fürtös koktél paradicsom 450 g, 319 forintba került. Ezeket vettem most a Spárban. Aldiban vettem ilyen csedás sajtot, le volt értékelve 900 valamennyiről 729 forintra. Ebből vettem egy ilyen mildet is. Nagyon szeretjük ezt a grill sajtot. Ez 599 forintra volt most leértékelve 799-ről, és ebből lehet még kapni ilyen zöldfűszereset, meg csiliset, de azokat nem szeretjük, ez a kedvencünk. Aztán ez Robinak a kedvence, 399 forintba került ez a kex. Aztán vettem ilyen csokoládés tiramisu kekszet, ebből két ilyen tasakkal. Hát ilyet még nem vettem soha, kíváncsi vagyok, hogy milyen íze lesz. Ez 299 forintra volt most leértékelve, talán 599 volt előtte, ha jól emlékszem. Aztán vettem ilyen fehér sajtot, 299 forintért, ez 200 g-os. Aztán a tejszín 219 forintba került. És most nagyon cuki, ilyen piciben hozták ki ezt a csirkemell sonkát, mert előtte nagyobbra volt szeletelve. Úgyhogy ez pedig 125 g-os, és 125 g 399 forintba került. Aztán vettem ilyen morzsolt csemegekukoricát, ez 219 forintba került. A banánnak kilója most 289 forint volt. És vettem még egy ilyen jázmin rizst, 599 forintba került az 1 kiló. Ezeket vettem az Aldiban.
Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, és természetesen várjuk a kommenteket is. Sziasztok!